Nem túlzás, tucatnyi előadás szánni egyetlen egy bibliai fejezetre, mert Dániel könyve hetedik fejezetével ezt tettük. Egy bevezetés után rátértünk arra, hogy a Biblia második vázat proféciája a Dániel könyve második fejezete után itt a hetedik fejezetben megszólaló második nagy vázat profécia, mit is mond a világhatalmak egymás utánjáról, mit is mond földünk sorsáról, a történelem végkimeneteléről, mit is jelent ez a négy világhatalom, milyen jelképekkel adta tudomására Isten az őt szeretőknek és az ő beszédét igazán megbecsülőknek, mit is jelent a Tíz szarv az európai hatalmak egyik jelképe a tíz lábúj után. Mit is jelent főleg a, a kis szarv, amelyre 5-6 előadást is rászántunk, hiszen hát ennyi mindent mondott erről a, a profétának Isten, és még mindig nem vagyunk a hetedik fejezet végénél. A mai alkalommal még a hetedik fejezet utolsó három versére az egész profétikus álmot, mondhatnánk úgy is, hogy látomásba átmenő álmot, ennek a befejezését is sorra kell kerítenünk, mert nem kevésbé lényeges dolgokról lesz itt is szó. Így olvasom Dániel könyve hetedik fejezet 26. versétől. De ítélők ülnek, és az ő hatalmát, már mint a kis szarf hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadadik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége előn a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam szívemben. Hát a befejezés is néhány szót igényel, néhány szót kíván. Daniel végig tekintette, gondoljuk meg, hogy milyen hatást tett ő rá. Egyetlen egy álom vagy látomás ideje alatt, tehát ez néhány óra, de inkább talán néhány tíz perc és lepereg előtte az egész világtörténelem, persze jelképekben, most nem kívánatos fémek jelképében, mint hogy ezt Isten Nabukodonazor királynak bemutatta, hanem vadállatok jelképében, hogy a hatalomért való harc az egy vadállati acsarkodás. Az ember, amikor hatalmat kíván, amikor sátán bele tudja vinni abba, hogy mások fölött neked hatalmad egy, és persze a hatalmat általában nem szolgálatnak veszik, arra az uralom kifejezés a megfelelőbb. Aki hatalmat kíván, az a másik fölött uralkodni akar, az nem a másikat szolgálni akarja, hanem a másik embert, vagy nemzetet, vagy államot alávetetté akarja tenni hogy az ő élete kényelmesebb és könnyebb legyen. Méghozzá világhatalmakról volt szó. És a világhatalmak egymás utánya után főleg a negyedik hatalom volt elborzasztó, amely immáron több mint 2000 éve hivatalában van, mert hát az első birodalom Babilónia 60-70 évig állt fenn, Médó Perzsia már több mint 200 évig, a hellenizmus annál is tovább, ha nem számítjuk Nagy Sándor nyúlfartnyi 13 éves uralkodását, hanem a négy utódállamét is, a hellenista kultúráit is, akkor azért az egy 4-5 évszázadot is kitesz, de Róma világhatalma, az több mint kétezer éves. A köztársasági, majd a császári Róma, a keresztény élet Róma, mert 313 után a római birodalom immáron keresztény-római császárság, nem pogány-római császárság, és másfél évszázadig a nagyon szintén nyúlfartnyi Juliánus apostata kísérletétől nem számítva, azért itt a a hatalmi kereszténység diktálja, vagy akarja diktálni a világnak a tempót. És aztán, hogy jönnek az európai hatalmak, és az európai hatalmak köréből egy kis szarv kiemelkedik, és ő lesz majd gyámolítója az európai hatalmaknak, ő küld majd koronát minden királynak, ő lesz az, aki teljhatalmat gyakorol, ahogy a múlt alkalommal hallhattunk erről, 1260 évig. 13 évszázados tejhatalom, amikor Európával a római pápaság azt tesz, amit akar. Az állam és egyház összefonódásában ugyanis az egyház az erősebb, és Róma püspöke a magát a 8. századtól pápának nevező személy az, aki alapvetően meghatározza, ahogy mutatja a címerében is a két kulcs, az autoritást és a potestást. Az autoritás a lelki tekintély, latin szava, a potestás pedig a politikai, a világi tekintély és hatalomnak a kifejezése. Tehát egy személyben a legfőbb hídőrző, ahogy ezt elnevezték ugye a császárokról is, és a pápáról is, hogy ő a legfőbb hídőrző. Ő összeköti evilágot és a túlvilágot, ő e világban is korlátlan úr, és hogy kikerül majd a túlvilágra, a mennyek országába, majd azt is ő dönti el, hiszen kívüle senki nem juthat el oda. És ezt, ha bár nem tudta így pontosan Dániel próféta, de a jelképek rá ö, sugárzó hatása, az a benyomás, amit keltettek ezek a jelképek és ezek a, a jelképes cselekmények, azok megdöbbenést váltottak ki belőle. Ezért fejeződik be így ez a fejezet, hogy engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam szívemben. Tehát azt lehet mondani, hogy Dániel szinte elszédült, Dániel szinte összeroskatta az álom a látomás súlya alatt, de egyre nagyon vigyázott hogy Isten ezt nem véletlenül jelentette ki ezt de neki. Sem Ézsajás, sem Jeremiás, sem Ezékiel ilyen súlyú proféciákat nem kapott. Ami Dániel kapott, az, az olyan súlyú jövendőlés, idői kijelentéssel is megfűszerezve, hogy ezt ő érezt, hogy ezt nagyon meg kell őriznie. Tehát ha bár elváltozott az arcszíne, ha bár majdnem összeroppant a hatalmas súlyú álomlátomás de súlya alatt, de azért pontosan mindent lejegyzett, ez a Bibliánkban tulajdonképpen egy oldal. De hogyan is végződik az ő beszámolója? A 26. versben ezzel kezdtem, hogy de ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék, és végleg elveszem az újabb fordítások törvényszéket emlegetnek. Hogy törvényszékül le, hogy a kiszarf hatalmát végleg megtörjék. Hol ül össze ez a törvényszék? New Yorkban, az ENSZ palotában, vagy valahol máshol a három világvallás találkozási helyén, a manapság sokat beszélnek az Ábrahám tervről Ábrahám városában, ahova vitte fiát Múria hegyére, ahol a zsidó, a keresztény és a mohamedán vallás majd valami törvényszéket fog ülni. Nem. Ha valaki nagyon figyelmesen végigkövette Dániel könyvének a magyarázatát, azt is, amire nem tértem ki részletesen, de ennek oka volt, most szeretnék kitérni, hogy mi az, hogy ítélők ülnek le? Dániel könyve második fejezetében az első vázat proféciában találkoztunk az ítélet megfogalmazásával, jelzésével, sejtetésével, nem? A hetedik fejezetben találkoztunk, de még mennyire? Ha emlékezzünk arra, hogy mi volt a lényeges a négy világhatalom bemutatásában, hogy az orosz sas sasszárnyai kitépettek, és ez Babilóniát jelképezte hogy a medve, amely egyik oldalára a másikra kért három bordát, marcangolt és evett, és közben hallotta a szózatot, hogy még egyél sok húst, ez Médó a három nagy meghódítási területet, Babilont, Egyiptomot, Kis ázsiát jelképezte, és Görögországra fájt foguk ez az egyél sok húst. Az a párduc, ami olyan óriási sebességet, Nagy Sándor 13 év alatt az egyenlítő hosszával azonos, hadjáratokat vezetett és bekebelezte Makedóniától Indiáig a félvilágot, és devonult Jeruzsálembe is Józefus Sláviusztól érdemes elolvasni ennek a történetét, hogy kivitték a papok a város kulcsait, és hivatkoztak Dániel profétel, hogy Dániel megjövendölt, hogy lesz egy uralkodó, aki, aki világhódító, világbíró valaki lesz, ugye mind a mai napig Nagy Sándorról írtak a legtöbb könyvet, és őt nevezik világhódító, világbíró Nagy Sándornak. Nem, a negyedik hatalom volt a legjellegzetesebb Dániel könyve hetedik fejezetében. És nem csak azzal, hogy borzalmas ez a hatalom. Ahogy majd később jelenések könyve, 13. fejezete újra előveszi ezt a témát, és azt mondja, már most visszatekintve, hogy ennek a vízből, ebből a tengerből feljövő hat, fenevadnak, fenevad hatalma hasonló volt a, a párduchoz, a medvéhez, az oroszlánhoz. Most már visszatekintve mondja jelenések könyve, amit még Dániel könyve előre vetítve, hogy oroszlán medve párduc jelzett, Micsoda döbbenetes, finom összefüggése ezek az isteni kijelentések sorozatának, hiszen Dánielt és a jelenések könyvét hát legalább 6-700 év választja el egymástól, de Isten kinyilatkoztatásában a Bibliában rend van. Bármelyik részébe kapsz bele is, figyelmesen, értően olvasod, csak úgy megdöbbensz, hogy Isten milyen kevés szóval, mennyi mindent ki tudott fejezni, és mennyi, mennyire összefüggenek a dolgok most már a történelem, mint egy 6000 évét megélve, Látjuk azt, hogy Isten mi mindent hozott a tudomásunkra, mi mindenre készített elő, és itt a negyedik hatalom időszakában jelenik meg az ítélet mert hogy megjelenik először a fenevad, a tíz szarval és a kis szarval, közben, a megjelenése közben, hogyan is olvastam a kilencedik verstől, néztem, mi királyi székek tétettek le, és az öregkorú, tehát az örökké való Isten leült, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyam folyt, és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezeren álltak előte, és ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Tehát itt nagyon hangsúlyosan megjelenik az ítélet, több szepontból is hangsúlyosan. Egyrészt, hogy a mennyben elkezdődik az ítélet mennyei ítéletről van szó, nem földi ítéletet vár a Jóisten, mert a földi bíróságok messze nem úgy ítélnek, ahogy ítélni ők kellene. A mennyben elkezdődik az ítélet, mennyei ítéletről van szó. Második, mikor kezdődik a mennyei ítélet? Akkor, amikor még folyik a földi történelem. Tehát nem úgy van ez, mint hogy Michelangelo megfestette a Sixtuszi kápolnának a nevezetes freskóján, hogy majd egyszer eljön Jézus, ott Mária van a jobbján, és akkor Jézus az egyik kezével fölfelé mutata, akik üdvözülnek, a másik kezével lefelé, akik elkároznak. Nem, michelangelo hatalmas nagy művészi alkotása, ez a freskó, sokat is dolgozott rajta, tudjuk jól, hogy a teremtésnek a felső, a mennyezeten való jelenetei után több évvel foghatott ennek hozzá, de nem a Biblia tanítása szerint festette meg. Ez már az európai keresztény gondolkodásnak, a reneszánsz besugárzásának köszönhetően egy torzítás, mert az ítélet nem úgy lesz, hogy az ember elgondolja, hogy egyik szempillantásról a másikra, majd egyesek a mennybe jutnak, mások pedig lejutnak az alvilágba. Egyáltalán ilyen alvilág nincs is, mondja a Biblia. Az ítélők, akik leülnek, azok gondosan megvizsgálják mindazokat az embereket, akik elfogadták Isten segítségét az életükben, akik elfogadták a kegyelmet, akik kegyelemből más emberek lettek. Ez az ítélet, ami már a földi események közben a mennyben elkezdődik, ezt nevezzük a Dániel könyve 7. fejezet 9. és 10. verse alapján vizsgálati ítéletnek, vagyis az igazak fölötti ítéletnek, vagyis Isten először azokon kezdi meg az ítéletet, akik elfogadták az ő segítségét. Vajon jól sáfárkodtak a segítségével? vajon megváltozott emberek lettek, vajon kielégítik Jézusnak azt a követelményét, amit János Evangélium a harmadik fejezetében olyan nyilvánvalóan megfogalmazott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Aki nem születik víztől és élektől, nem mehet be az Isten országába. Ne csodált, hogy azt mondom néked, Nikodémus, szükség néktek újonnan születtetek. Minden embernek megváltozásra van szüksége, de akik megváltoztak, meg akartak változni, akik elfogadták Isten segítségét, valóban megváltoztak? Valóban polgárai lehetnek egy örök életnek a mennyek országának? Ez Dániel könyve hetedik fejezete egy ilyen álomban, látomásban, tudomásunkra hozza, rögtön egy képies megfogalmazással, értésünkre adja, hogy az ítélet már akkor megkezdődik a mennyben, amikor még folyik a földi történelem, és a földi történelem során még tejhatalmat gyakorol az a hatalom, aki éppen 1260 évig uralkodott, a tejhatalma éppen most jár le, és hogy lejár a tejhatalma, az emberiség az utolsó szakaszába érkezik, sok minden összegződik a a kis szarv tejhatalmának lejárta 1798 után, és az ítélet kezdete közötti időszakban ez alig fél évszázad, erről majd a következő 8. és 9. fejezetben bőségesen fogunk majd értesülni. Most azonban figyeljük meg, hogy ahogy visszakapja a tekintetét a földi eseményekre Dániel próféta, tehát a 11. 12. versekben újra beszél erről a negyedik hatalomról, akkor a tizenharmadik versben azt mondja, láttam éjszakai látásokban, és ima az égnek felhőiben, mint valami ember fia jött, és ment az öreg korúhoz, és elejébe vitték őt, és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Tehát itt kimondja Dániel könyve hetedik fejezet, hogy folyik még az emberi történelem, a elkezdődik az ítélet. És ez Dániel úgy szemléli, hogy először a földi történelem negyedik nagy hatalmát látja, fölkapja a tekintetét, mint egy egy megnyíló újabb filmszalagra látja az elkezdődő mennyei ítéletet, de annyira teljes azért az alsó filmszalag a földi történet, hogy újra visszakapja a tekintetét. Na de ott a mennyben történnek a fontos dolgok, hiszen a menny ellenőrzése nélkül semmi nem történik itt a Földön sem. Tehát a mennyei és a földi világnak az összefüggése, úgy, hogy az Ezékel proféta könyve első fejezetétől már Isten megmutatta a profétáknak, az töretlen, a mennyi és a föld között állandó párhuzam van. Ezért használja sokat ezt a kifejezést, a magyar fordítás ezt nagyon jól adja vissza, hogy adatot neki, adatot neki. Honnan adatot neki hatalom? Hát a mennyből. Jézus is ezt mondta Pilátusnak, amikor fenyegetőzött, hogy hát nem tudod, hogy nekem hatalmam van téged keresztre feszíteni, vagy el, elbocsátani. Akkor Jézus azt mondta Róma helytartójának, János Evangélium a 19. fejezete szerint, semmi hatalmad nem lenne, hanem ha a mennyből nem adatott volna néked. Rómának hatalma van az idők végéig. A kis szarv hatalmát csak Jézus második eljövetele fogja megdönteni, de az ítélet már fölötte régen elhangzott. A mennyei ítélet, amely kezdődik az igazak fölötti ítélettel, és ott értelemszerűen, aki nem szerepel az igazak fölötti ítéletben, az nem igaz és a kárhozat fogja. Ebből már sok mindent lehet tudni, mondhatnám mindent. Legalábbis abban a tekintetben, hogy ki az, aki annak a boldog országnak polgára lesz, mert annak a sorsa az első ítéletben ítéltetik meg, illetve akinek nem ítéltetik meg a sorsa az első ítéletben, annak a sorsát a második ítélet fogja nyilvánvalóvá tenni. A második ítéletről a jelenések könyve 20. fejezete beszél, mondván, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Az első ítélet következménye lesz az első feltámadás, tehát az igazak fölötti ítélet után jön az, az, az igazaknak a, a feltámadása Jézus második eljövetelekor. Azután Jézus az igazakat is magával viszi a mennybe, és folytatódik az ítélet a nem igazak fölötti ítélettel, hogy Jézus meg fogja mutatni, hogy őértük is mindent megtett, őértük is az életét adta, őértük is küldte minden nap szentelkét, hogy győzze meg őket, hogy csak a szereteten megvalósuló élet, az igazi emberi élet, és ő nekik is fölajánlotta az örök életet de hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad, mondja Jézus Máté 23. fejezet 37. versében. Ha valaki valamit nem akar, Isten nem fogja ráerőltetni, de azt meg fogja mutatni, hogy nem ő rajta múlott, hogy ezek az emberek nincsenek itt az örök életben. Mutatja meg majd a második ítéletben résztvevő igaz embereknek, akiknek részük volt az első feltámadásban, akiken nem, akiknek nem árthat a második halál. Tehát már Dániel könyve hetedik fejezetéből kikerekedik a kép. Isten figyelés hallgat, ahogy Malakiás könyve harmadik fejezetében olvasuk Figyelés hallgat. Az egész történelme az Isten figyelmes hallgatásának és segítségnyújtásának a történelme. De van egy adott pont, amikor az Isten az ítéletet elkezdi a mennyben az igazak fölötti ítélettel, erre már Dániel könyve 7. fejezete ráirányítja a figyelmünket. Itt, amit előbb olvastam, tehát még egyszer, akik tanulmányozzák a Bibliát, a 9. és 10., majd a 13. és 14. versekben, és abban a versben, amit ma olvastam, a 26. versben, de ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszsen. Ezt majd viszont látjuk a jelenések könyvének, főleg 19. és 20. fejezeteiben, és hogyha már látjuk, hogy ennyire az ítéletre irányítja a figyelmet, mert persze jogos emberi kérdés, hogyha még most nincs is ítélet, de legalább tudjunk arról, hogy lesz ítélet, van ítélet a mennyben, az igazak fölött ítélet, ez már zajlik, és lesz egy teljes, egy tökéletes ítélet, és ez nem egy szempillantás alatt történik, mint ahogy ezt Michelangelo megfestette, hanem ez egy folyamat. Istennél az ítélet egy folyamat, kezdődik az igazak fölötti ítélettel, amit lezár az igazak feltámadása, folytatódik az ezer éves vagy milleniumi ítélettel, amit lezár a gonoszok feltámadása, és a gog és magóg csatájával fejeződik be, amikor Istentől a mennyből tűzszáll le és megemészti őket, amikor a gonoszság, sátán, a démoni világ és a velük szövetkezett emberi erők Jézust újra meg akarják ölni, a Golgota után most már másodszor és örökre, hát ekkor Istennek közbe kell avatkoznia. Ezért félelmetes ez a félmondat, hogy Istentől a mennyből tűzszál alá és megemész őket, de tulajdonképpen mindannyiunk kívánság, hogy a rossznak egyszer vége legyen. Mert hogyha a rossz örökké megmaradna, mint amivel sok gondolkodó kiegyezett, hogy a rossz szükségszerű, hát mindig, kell valami, ami a rosszra törve is a jót fogja eredményezni, hogy Göte megéri ezt a Faustban, vagy, vagy hogy ez Bulgakov újra teremti a Mester és Margaritában, vagy ahogy a mi madácsunk is így fejezi be az ember tragédiáját, hogy 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 az Úr odafordul Luciferhez, hogy te, te neked is megvan a részed a teremtésben, mint egy örök részed, mert hát te, te ugyan a rosszat kívánod, de az mindig jóra fog fordulni, ezért téged is megtartunk a teremtésben. A Biblia nem így írja le a dolgot. A Biblia azt mondja, hogy hála égnek, lesz egy olyan világ, amelyben nem lesz rossz, de hogy ne legyen rossz és a rossz megítélésébe, megítélése senkit fájdalommal ne töltsön el. Senki ne gondoljon arra, mint hogyha Isten türelmetlen lett volna. Isten türelmetlen. Hat ezer évig tűr az Isten, és hatalmat az, az ő nevében hazug és gonosz hatalomnak. 1260 évig türelmetlen az Isten. Istenről a Biblia joggal mondja ki, hogy hosszú tűrő és tőlünk is ezt kéri a mi magunk élet folyamatában, mi is azért nagy türelmű, makrotű, mi, hogy a szeretet himnuszában mondja a Pálapostól, hogy a szeretet nagy türelmű és jóságos, hosszú tűrő és, és kegyes, így fordítja a Károlyi Biblia, a szeretet az nagy türelmű és jóságos. Mi ilyen Istent hirdetünk, Ilyen Isten jelenlétét kívánjuk az életünkben, ilyen Istennel szeretnénk szövetségbe lenni és maradni, és a föld életünk után egy ilyen Istennel szeretnénk találkozni. Aki, hogyan is mondja itt Dániel könyve hetedik fejezetének a befejezése, az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága, Átadatik a Magasságos Egek Szentjei Népének. Hát csak egy-két verssel előrébb olvastam, hogy a Magasságos Egek Szentjei Népével mit akart itt a Földön, máig is mit akar a kis szarval jelképezett hatalom. A Magasságos Egek Szentjeit megrontja, eltapossa. Szeretné a jóságnak, a hitnek az írmagját is kiirtani a Földről. Ez sátán szándéka, és sátán mindig talál földi embert, nem csak embert, embereket, intézményt is. Talál földi közösséget, egyházat is, amivel a céljait végre tudja hajtani. És ennek vége lesz, ennek is vége lesz az az ország, az a hatalom, ez a föld, az újjáteremtett föld, azoké lesz, akik igazán élni szerettek volna, akik igazán élni szeretnének, akik az élet törvényeivel összhangba jutottak Isten kegyelme és is a tőle kapott hit folytán. Hogy Jézus mondta az egyik boldog mondásában, a harmadikban, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Ma nem a szelideké a föld, hanem az erőszakosoké, a hatalmat két kézzel megragadóké, akik lopnak, csalnak, hazudnak, ahogy szoktuk mondani, de már annyira megkopott ez a kifejezés, mert hiszen hozzászoktatott bennünket a történelem, hogy ez a történelem már ilyen más nem is lesz lehet, hogy volt 200 éve, 100 éve, talán még 50-30 éve is valami illúziónk a történelem további menetéről, de hát az utolsó morzsalékok is tönkre mennek, mert amit látunk, az nem fejlődés, hanem egy rettenetes visszafejlődés, sőt mondhatnám egy agonizáló végkifejlett. Sem az országgal, sem a hatalommal nem tudott jól bánni az ember az emberiség azok, akik nem kaptak itt hatalmat, nem is kértek mondjuk hatalmat, ők egyet kértek, hogy Isten legyen hatalom az ő lelkükben, hogy Isten lelke által Krisztus éljen bennük, és Krisztus ezeket üdvözli, és ezeknek fogja adni azt az országot, amiért ő az Isteni vérét hullajtotta a Golgotán. Döbbenetes, de csodálatos igazságtétel lesz ez. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országot nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, és az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik, vagyis egy ország lesz majd az újját teremtett földön. Azért nem kell 200 ilyen ország, ma mind a 200 egy néhány ország, ami van a Földön, tulajdonképpen az önzésen, az érde érdeken alapul, a hatalmat megkaparintók érdekein és céljaik véghez alapul. Erről szól ez a dicső emberi történelem, hogy mindig a győztesek írták, és ma is ők írják, ezért van tele hazugsággal és gonossággal, ezért vágyakozik minden jobb sorsra vágyó ember szíve egy olyan országra, amelyben szeretet és igazság és béke lesz, és amely az egész földön egyetlen egy ország lesz és marad, a Jézus Krisztus országa. Ezért beszél így ez a vers, amit imént felolvastam, mint egy egyetlen országra az újjáteremtett föld egyetlen egy uralom alá kerül. Az egész világ mindenségben helyreáll a rend, mert a mennyből már régen távoznia kellett sátának nevezetesen akkor, amikor Jézus meghozta a golgotai áldozatát, azóta nincs bejárása a mennybe, azelőtt volt, hogy jobb könyvéből is láthatjuk, de a földön még folyik a küzdelem és a harc. Amikor a Földön a hosszú tűrő Isten kikezelte már minden emberből, aki szeretett volna megszabadulni a gonoszságától, az önzésétől a bűnt, amikor el tudta hozni azt a, azt a csodálatos pillanatot, hogy Jézus megjelenik az ég felhőiben, lezárja az emberi történelmet, akkor az újáteremtett Földön lesz egy ország, és ezáltal az egész világ minnenségben is helyreáll a rend, nem lesz sehol írmagja sem a gonoszságnak és a hazugságnak. És hogy, ahogy Nahum a könyvében olvassuk az első fejezetben, nem lesz két veszedelem, De miért nem kell félni attól, hogy újra elindul egy ilyen gyászteli történelem, mint amelyben most élünk? Hát azért nem kell félnünk ettől, amiért hangsúlyoztuk az előbbiekben, hogy Isten miért is hosszú tűrő mert Isten nem egy huszárvágással oldotta meg a rossz problémáját. Jobb könyve 40. fejezetében az első versek beszélnek arról, hogy sokszor az emberek ezt kívánják, hogy hát ha van Isten, miért nem csapodasszunk, gonosz miért nem ö, ö, törli el a föld színéről, és akkor már csak a jók élnének a földön. Milyen csodátos lenne az emberi történelm. Csak hát nem ilyen az embernek az állapota, mert mindannyiunk természete tele van rossz dolgokkal. És ameddig a természetünk uralkodik rajtunk, és nem a felismert igazságaink, a hitünk, az értelmünk, hát addig mi, mi nekünk nem adható egy ország és egy föld. Istennek ki kell kezelni az emberből a szentélek csodálatos nagy munkájával, Krisztus áldozatának a faltörő koshoz hasonlítató segítségével, ki kell kezelni belőlünk az önzést, a bűnt a gonosságot és a hazugságot, és ez, ez, ez időbe telik. És ezért Isten, a hosszú tűrő és jóságos Isten nem sajnálta ettől az időt, és mindenki előtt mindenki tisztázódhatott. Az igazak előtt már itt a földi életben nagy részt, de a gonoszok is, amikor szembesülnek majd az ítéletükkel, hiszen ő nekik is visszaadja Krisztus az életüket, nem tudják azt mondani, hogy nem kaptak elég lehetőséget a megváltozásra. Mindenki minden tud a földi életben, amit tudnia kell. Mindenki megkapja azt a lehetőséget, ami közben meg tud változni. Isten igazságos, Isten hosszú tűrő, és mivel senkiben semmi rossz érzés nem maradhat, mert mindenki tisztázódik. Az ezer éves ítéletnek ezért van nagy jelentősége. Ezért nem lesz kétszer veszedelem. Senki nem fog azon gondolkodni az örök életben, hogy újra hogyan pattintsam ki azt a szikrát, ami lángba borítja a világot. Az egész földön csak a mi bolygónk a lángoló, a bűn lángjában lángoló bolygó, de ez megszűnik, és az egész világ egyetemben helyreáll a rend, helyreáll a béke, osztatlan boldogság, szeretet és igazságosság fog minden teremtményt övezni, aki oda eljut. És ha már a hetedik fejezetben ilyen sokat beszélhettünk az ítéletről, mert hát ez adva van, három alkalommal is elébünk tolulnak a képek erről. Ezért csoda-e, hogy a Bibliában, ahol nagy rend van a nyolcadik fejezet, ezzel fog folytatódni? Hogy a nyolcadik fejezet, amely a második és a hetedik fejezet után magába zárja a Bibliának a harmadik nagy vázat proféciáját, az ismét állatokat állít elénk, de nem vadállatokat. Az első állat helyén már senki nincs, mert Babilónia napjai a végéhez közelednek róla, mert Isten nem adott újabb kinyilatkoztatást, de a második állat helyén, a medvének a helyén egy két lesz, nagyon érdekes párhuzamok lesznek a második, hetedik fejezethez hasonlóan, a harmadik állat helyén pedig egy kecskebak lesz, és a negyedik állat helyén pedig nem lesz más, mint a két áldozati állat után csak egy szarv, a kis szarv. A kis szarv újra feltűnik a hetedik fejezet vége után, most a nyolcadik fejezetben is, mint főszereplő, és az egész nyolcadik fejezet most már minden estő rátereli majd a figyelmünket Isten ítéletére. Hogy Isten hogyan is tekint erre a világtörténelemre, és hogyan is szabadítja ki majd a bűn és rothadandóság fogságából egy igazi télettel Mondom, erről az ítéletről már a hetedik fejezetben nagyon jelentőségteljes képeket és benyomást is szerezhetünk, de a nyolcadik fejezet tizennegyedik verse, előre szeretném fölkészíteni rá a kedves olvasókat és bibliakutatókat, ráirányítja a figyelmünket az első ítéletnek, tehát a vizsgálatai ítéletnek a kezdetére hogy mikor kezdődik meg pontosan az a vizsgálati ítélet, amelyről már beszél a hetedik fejezet, de a kezdőidőpontját nem mondta meg, csak annyit mond, hogy még a negyedik állat hatalma tart, és az ítélet már elkövet, de egészen pontosan mikor, ezer éve, ötszáz éve, száz éve, vagy most, vagy még előttünk levő időszakban, a nyolcadik fejezet, tizennegyedik verset tartalmazza a Bibliának leghosszabb idői proféciát. Abból meg fogjuk tudni. És egyben azt is meg fogjuk tudni, hogy Dániel proféta hogyan is állt neki megfejteni ezt a titkot, mert hát ő nem innen a 21. századból visszafelé látta az emberi történet. Nekünk most már nagyon könnyű egymás után sorakoztatni a dolgokat, de az időszámításunk előtti 7. 6. /VI. században élt, és ő most a 6. század közepén látja ezt, mert a következő profécia két évvel a hetedik fejezet álma után adatott, és most már nem álom, hanem teljesen tisztán látomás formájában. És ehhez a látomáshoz majd a nyolcadik fejezet teljes megértése, ez a kilencedik fejezet is hozzátársra, amely elmondja Dániel törekvését, hogy megfejtse ezt a proféciát, és Isten rögtön küldi Gábriel angyalt, hogy itt van a magyarázat, csodálatos lesz a nyolcadik és kilencedik fejezet összefüggésének megértése és utána a Dániel könyve 10 a 12 fejezetéig tartó rész, a két álom, a látomás után az isteni kinyilatkoztatás harmadik válfajában fog megszólalni. És ezért olvassuk, hogy igék jelentek meg, szózatok, beszédek, kijelentések Dániel proféta előtt. Nos, hát befejezve a hetedik fejezetet, amelyre tehát nem véletlenül szántunk, vagy tucatnyi kis előadást, és az én lelkemben is, mikor közel 35 évvel ezelőtt ezt megismerhettem, nem véletlenül ver gyökeret minden egyes része, hiszen minden további kinyilatkoztatás alapja ez, és megértés alapja ez. Most hát Menjünk a harmadik vázlat